Együttműködő partnerünk a Headland Plus Kft. Harmonikus növénytáplálás. Gépjárműveink tisztaságáért a K2 autóápolási termékek felelnek. Együttműködő partnerünk a Viva Natura. Félelem nélkül a végsebesség hajt, arra vágyom, most is keresem a bajt. Jó napot kívánok, tiszteletem, üdvözlök mindenkit! Ez a Félelem nélkül a Spiller TV autó és motorsport magazinja. Nézzük a mai tartalomjegyzékünket! Az országos rallycross bajnokság nyirádi futamán jártunk, ahol készítettünk egy kisebb fajta hangulatjelentést, élménybeszámolót, bandázást a teljesség igénye nélkül, illetve bemutatunk, tesztelgetünk egy Suzuki Vitara hibridet. Bandáztunk az M-ringen, most mi a dörgés itt Nyirádon, hiszen ez kvázi hazai pálya. Hazai pálya dörgés, az nem egyszerű, mert 20-an vagyunk. Ami célt kitűztem egyenlőre, az első 12, abban benne vagyok. Hetedik helyen, hogy elődöntősök vagyunk, nagyon kemény. Uh-huh. Szóval nagyon-nagyon, itt bármilyen pillanatban változhat bármi. Igen. Daráló az daráló, maradt így is, úgyis, úgyhogy megint sikerült. Mi hogy a szalámi a szalámi a szenyóba, igen. Geri, egy nagy ötös. A tappancsok segítettek Máriapócson, segítenek itt Nyirádon is? Eddig úgy néz ki, hogy beválnak, mert vezetem a versenyt, illetve első helyről indulok a döntőbe. Nagyon nehéz csata vár ránk, mert nagyon gyorsak az ellenfelek. A Szabó Bulcsú is nagyon gyors, meg a Palak Csabi is nagyon gyors, és a többiek sincsenek annyira lemaradva, a másik három kategóriatárs, úgyhogy nagyon nehéz versenyre számítok, kicsit izgulok is, úgyhogy... Nyugi, megtudod, nem lesz semmi gond. Hiszen itt van az egész nagy csapat, óriási kitelepülés, itt van a fele barátod Dusán is. Igen. Úgyhogy én azt hiszem, itt hogy kempingezünk, nagyon jól érezzük magunkat. Ez itt a beach. Eljött egy-két szponzorunk is, és szeretném megköszönni a csapattagoknak az áldozatos munkáját, mert nagyon jó most a kocsi, nagyon jó vele menni. Élvezem, nekem kell összeraknom még fejbe a döntőt. Most egy pici izét érzek, ráfeszülést. Ami rád nem annyira jellemző. Nem annyira jellemző, csak még keresem, hogy hogy tudom ezt megoldani, mert... Nagy a nyomás? Nagy, van nyomás, igen. Itt van mindenki, összes barát, szurkoló, néző, szponzorok, úgyhogy hát meg fogom sem. Jó, nem ezeket a droidokat keresem. Koncentrálsz, kikapcsolsz, jó. És a pályán megmutatod, hogy te vagy a legjobb. Köszönöm. Igen, uram, igen. Igen. Nem hallom. Igen, uram, igen. Igen, uram, igen. Na, ezt már szeretem ezt a hozzáállást, csak miért ilyen magas, mert nem merek neki adni egy tacit. Dehogy nem. Dúcs, megállj csak. Zoli, először is egy nagy respekt, egyetős. Köszönöm szépen. Mert nagyon kevés olyan versenyző van, aki nagy autóból visszaül szinte a legkisebb kategóriás autóba. Mennyire okozott fejfájást? Nagy fejfájás lett a vége. Amúgy úgy találtam ki, hogy a gyerekkocsiját elvittem gépeltetően, hogy milyen jó ez. Akkor éreztem, hogy sokat kell tekerni a kormányt, és ez itt kiderült, hogy nagyon sokat kell, és ki is szeretem a saját kocsimból a kereket. Amúgy élveztem, hogy végre versenyeztem, ugye volt egy kis kihagyás most, de jó volt versenyezni vele, de nekem ez nem megy ezek szerint. Én nagyon fontos, hogy ezt bevallod. És egyébként, hogy olvastam az interjút is, hogy a kihívás fontos számodra, mert azért egy 500-600 lóerős rövid kormányműves, négykerékhajtásos turbós autó beülni egy 100 lovas fontos szinte utcai autóba, azért az óriás differencia, és még egyszer mondom, nagyon kevés versenyző meri ezt elvállalni. Hát én direkt úgy próbáltam, meg nem is teszteltem előtte, mondjuk kellett volna most már utólag, mert... Igen, mert kétszer nagyon... a környékén már jó időket mennél, ezt hallottam. Igen, igen, azt mondták, hogy addig tartam a verseny, akkor már lehet menni kellől is, de tényleg nagyon meg kell ezt tanulni, úgyhogy nagyon jó verseny ez, csak nagyon meg kell ezt szokni, meg tényleg olyan kocsi után beülni, amit épp hogy elfordított fordul. Igen. Itt egyszerűen nem éreztem az út és a kocsi között, vagy köztem a kontaktot. Bence, túl vagy egy nagy tékán, hála Istennek semmi bajod.
De most már azért tegeződünk itt a Mazdával, vagy mi mindig a magázódás korszakában vagyunk? Nem, már tegeződünk egyébként a Mazdával. Hát tegnap igen volt egy csúnya TK az első kvalifikáción, mikor Jokerra mentem volna az első körben. Megúszott a hátulja, beforgatta az elejét, és onnantól meg is borult az autó. De le a összerakták. Nem semmi munkát csináltak a srácok, úgyhogy lehetővé tették, hogy ma tudjak menni újra. A harmadik kvalifikáción nem voltak olyan rosszak az idők, de még azért óvatosan mentem, mert nagyon sok alkatrészt kellett cserélni az autóban. Inkább még óvatosan mentem, hogy minden jól működik-e az autón, de minden patika, úgyhogy várom az elődöntőt, hogy hogy sikerül. Én nehéz helyzetből indulok, ötödik helyről, egyedül a harmadik sorból. Nem szabad feladni, ez a legfontosabb, hogy itt van édesapád is. Megbeszéltek ezeket a szituációkat? Van ilyen apa-fia összhang, vagy inkább már elengedte a kezed, és akkor fiam tanult, és abból próbálj meg építkezni? Nem, természetesen megbeszéljük ezeket. Igazából sok ember segít nekem ezekbe, hogy visszanézzük a videókat, és akkor tanulunk a hibákból. Segítenek. Lehet-e már számolgatni? Van-e értelme idei év, tanuló év? Tanuló év szerintem igazából nem voltam most foglalóban se, ugye van egy nullázásunk is, ez a hétvége így alakult, úgyhogy meglátjuk még, hogy alakul a többi verseny az évben, de egyelőre lehet, hogy ez így csak egy tanuló év. Én, amit látok az arcodon, az mindent elárul. Boldogság van, autókázás, jó idő, jó pálya, jó sofőr, jó kocsi, nincs kockázat. Köszönöm, Bence. Én köszönöm. Most mi a dörgés itt nyilvádon? Hát igazából a pénteki napot úgy kezdtük, hogy késtünk. Mondjuk apádra ez jellemző. Igen. És utána el voltunk. Mennyire tetszik a pálya? Nagyon tetszik nekem. Itt most megyek először. Első bálózó vagy. Igen. És nagyon jó itt a környezet, most nagyon megtetszett. Meg jó pofasz az egész, igen, kis bandázás együtt. Tehát én azt gondolom, hogy büttösi csapattal, édesapáddal, az egész, ugye Gréteikkal, egy nagyon kis komplex kis családot, igen, alkottak itt az életben. Most meg volt a küzdelem és a fight Bazsival? Most is. Hát meg volt. Bazsi megelőzött itt a nagy küzdelembe, az elődöntőbe, de sikeresen bejutottunk a döntőbe. Bence, sok sikert! Köszönöm! Most már elérkezett az az idő, amikor neked is van okuláréd, nekem is, halka jelzem meg, és most már a gyerkőcöket kell pátyolgatni. Így. Szívtájékon ez milyen érzés? Egy büszke apuka állít, egy lájtosabb infarktusa az előző futam után, mert pont arról beszéltünk, hogy kicsit jobban izgulok, mint a saját versenyen annó. Ezzel mindannyian így vagyunk fejben. Ez lehet, hogy már akkor is, ahogy mondod, de igen, tehát kisebb infarktusokat hordok két lábon. Azt beszéltük meg, hogy minden verseny nekünk egy teszt, szokja meg az új pályákat, és akkor jövőre természetesen már nem a részvét lesz a fontos, hanem szeretnénk a dobogós helyekért harcolni évvégén. Bazsi, egyetes, mi a helyzet itt most Nyiládon? Hát minden klassz, nagyon vártam ezt a versenyt, tehát amikor ott hátul a katlamba a kézifékkel fordulok rá. Az jó. Az nagyon, az a függőleges kar, az nekem tetszik. Minden jó, hozzuk a második helyeket, próbálok a Lakinak a közelébe lenni, mert tudjuk, hogy ő most itthon van, tehát ő nagyon megy, tehát 8 másodperceket kapok tőle. Jó, próbálok közelébe lenni. Kislátyak is szépen lassan fölépítette a pályafutását, és azért emlékszünk azokra a versenyekre, amikor ő is első bálozó volt, először indult, szépen lassan fölverekedte magát a mezőnyön, átrágta magát a mezőnyön, és most ott megy az élen. Ti viszont követitek őt ügyesen Bencével, megvan a csörte most is? Próbálom figyelni egymásra, tehát a döntőben is úgy van, hogyha ő megy elől, akkor én nem szúrok be neki. Aha. Nézzük körbe az autót. Jó, de az más miatt. És mi volt Mária Pozsony, ne felejtsük el, ugye? Ott is volt tücs. Jó, kiderült, nem én voltam. Ja, már gondoltuk. Hogy mert már láttam a kanyarban, már akkor fel voltam valakiszer. Mi lehet most tényleg így a realitás, hiszen ugye van még vissza azért külföldi megmérettetés is. Maradtok ti is 2023-ban a junior kupában? Nem, már van egy elképzelésünk. Elmondhatod, vagy? Hát a édesapámnak a Super 1000 hatjával.
Ó, az már komoly kihívás. Azt hittem, a zsigát mered választani. Na, nem meri odaadni. Azt nem meri odaadni a zsigulit? Nem. A legfontosabb mondat. Mindig elmondjuk, hogy ki van velünk? Bad. Foglaljuk össze Nyirádot. Azért ezen a múlvás részen ki lehet használni ugye azt, amit Mária Pocson is beszélgettünk, hogy húzza az elejét, van benne erő, meg lehet fékezni az autót, kell lóvatni a popsiát. Igen, a hidrós kérdés, azt már meg is találtam egyből elsődnek. Le is fordítom, minden kicsit kemblokkos, jó néz ki minden. Időre nem tudom, negyedik helyen vagyok. Azt szerintem tök jó, hogy elsőre, úgyhogy még nagyon szoknom kell ezzel az autót. Szerintem olyan közel 50%-on tudom csak kiautózni. Voltak még hibák, ugye most van egy kis mikrokapcsoló, az rosszul érzékelt. Igen, most ezzel lehet, hogy apa, mibe ülsz? Hát igen. Ugye? Tehát jó napot kívánok, nem kezdek el pityeregni, ha nem probléma. Kerekek, hogy több keveréket nálunk volt egy, jó, mennyi, majd lesz valami. Nem mindegy, legyen benne levegő. Persze. Hát, gurú, van kerék, van ott, van, van akkor megyünk. Kerék, van ott, van, akkor megyünk. Gyere. Ez a lényeg, jó, minden élvezzük, meleg van. Jó az idő. Idei esztendőben végig tanulunk? Igen, tanulunk, és jövőre lehet jön egy nagyobb fejlesztés bele. Megint egy újabb bombával akarsz előrukkolni? Hát egy kicsit nagyobb hengerűtartalommal. De az már más kategória. Még ebbe a kategóriába belefér. Még bele tud férni? Igen, igen. Vagy azt egy kicsit megpiszkáljuk. Igen, majd még belefér, van egy kis módosítani való még rajta. De most volt rá egy komplet csőcsere nekünk. Aztán a műszerfalat kell csinálni, van egy kis hiányosság, de ezeket megcsinálni. Szerintem jól fog összeállni, aztán hát, ha majd egyszer év vége felé, vagy jövő évben már közelről kerül a dobogóhoz, de most például az első harmadik kvalifikáción a harmadik időt tudtam autózni. Na, de mondom, ez szépen lassan, és tényleg, ahogy azt beszéltük a múltkor is, nagyon jó iskola volt a hangokerőszerkupa, azt kell valahogy átültetned ehhez az erős autóhoz, meg kell szokni, és el kell hinni, hogy ez az autó képes olyan dolgokra, amit előtte csak egy számítógépes játékon tudtunk megtenni. Meg tud állni. Azért mondom, befordul. Igen, kigyorsít, teljesen extra az egész. Meg a rajba volt még nekem kicsi vagy, ugye? Mint a juniorral hangokat tudok, egy 3000-es fordulat. Ne. De állok, 5000-nél, akkor is befut. Na jó, van, emelj 7000, akkor már jó volt. Azért mondom, ott szokni kell, de nyomjuk. Mi a dörgés jelen pillanatban? Jelen pillanatban nagyon jó verseny folyik. Hárman vagyunk, van egy új pilótánk a kategóriába, nagyon gyors. A régi kis körmüci féle Suzuki íjből visszatért. Nagyon-nagyon jó futamokat megyünk, jelen esetben a harmadik helyen állok. Aha. Volt első helyem is, hála Istennek, úgyhogy egy kis lendületet, örömet adott. Autó működik, csapat felszabadult, és remélem, hogy a harmadik rajtkockáról tudunk előre törekedni a döntőbe. Megyünk az erőnkhöz, tehetségünkhöz és a technikánkhoz mérten. Bocsánat. Legyen egy jó versenyünk. Korunkhoz. Igen, már a korunkhoz, mert ismételten csak-csak itt vannak a fiatalok a nyakunkon, úgyhogy szerintem egy jó kis döntő, látványos döntő lesz, remélem. Ha már itt tartunk, ugye mondjuk azt, hogy a bajnokság felénél járunk kvázi. El lehet kezdeni számolgatni? Van-e értelme, vagy felszabadultan autókázunk? Én azt mondom, amúgy szerintem mindenki számolgat már a bajnokság felénél. Hisz vannak különböző matematikák, tehát a sok havval kezdődő mondatot mindenki földobja, aminek nincs értelme, szokták volt mondani. De azért már matekolnak az emberek szerintem mindenki, ugyanúgy, ahogy mi is. És azért, amikor már egy 8 futamos bajnokságból már mondjuk 3 vagy 2 verseny van hátra, akkor nem biztos, hogy azután loholunk, aminek kicsi esélye van, hanem a biztosat próbáljuk megtartani. Azon a hídon akkor megyünk át, ahogy amikor odaérünk, ahogy szokták volt mondani. Robi király! Tomi, hazai pálya. Minden rendben? Minden rendben. Rengeteg új ilyen fejlesztés, meg kipróbálást hoztunk erre a versenyre, ezeket próbálgatjuk. Elég szorosan vagyunk itt egymás mögött, de most mi másik turbót is próbáltunk, ezzel se volt annyira vezethető, mint a kocsi. Reméljük a döntőbe ez is
kifor, és akkor tökéletes lesz, úgyhogy most mindent megpróbálunk arra helyezni, hogy betökéletesítsük erre a pályára. Utána még úgy is kell majd ezt még, hogy teljes mértékig tökéletes legyen az autó, mert nem tudunk azért mindent kipróbálni, úgyhogy a nagy mértékben nem változtatunk az autón. És hát látjuk, hogy itt van az utánpótlás, itt van kislatyak is. Így van, itt vannak a fiatalság, a jövő. A jövő reménysége. És már fel is rakja a satyót. Legyen meg az, amit gondolsz, Tomi. Ezért nem áll jól. Nem? Máté, itt nyilvánom, mi a dörgés, mert azért ezen a murvás pályán szenzációsat lehet autózni. Én azt hiszem, hogy ez az igazi rallycross pálya. Abszolút, jól gondolod, és Tomék nagyon sokat dolgoztak vele egyébként, tehát hogy a nyomvonalon érződik, hogy amik ilyen nagyobb hibái voltak, meg autógyilkos részei, azok ki lettek javítva, és tényleg egy igazi jó ízűt lehet autózni, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és szerintem az egész mező nagyon boldog, hogy itt lehetünk, és idén majd még egyszer jövünk. Igen. Úgyhogy jó az egész hangulat, nincs jönnek, feszkó. Nincs feszkó, özönlenek a nézők, mondják, hogy milyen látványosat jót megyünk, úgyhogy ezt kell szerintem, és mi is nagyon élvezzük. Az idei évi rontás az utolért, mert folyamatosan van valami balszerencse, vagy műszaki hiba, vagy valami, úgyhogy nem nagy gondok, például most a legutoljára megelőztem a Zolit, és rá 10 méterre vagy 20 méterre eltört a féltengely. Úgyhogy ilyenek vannak, most a döntőben a harmadik helyről rajtolunk, úgyhogy nagyon remélem, hogy erre a 6 körre most már elkerül engem ez a zűrzavar, amit most körülöttem van. Csak itt fölöttünk van. Igen, itt kicsit arrébb vonulhatna. Aztán, ha minden jól megy, egyébként a nyers tempónk az jó, tehát hogy az úgy gondolom, hogy harcolhatunk a győzelemért, ha minden sinem van. Most már azért egyre inkább látszik, hogy annyi betlik volt az idei évben sajnos, igen, meg balszerencsés helyzet, hogy nagy valószínűséggel a bajnoki címről szépen lassan le kell mondani. Nyilván ameddig van rá esély, addig nem mondunk le, de a fő prioritás az talán 2023 lehet, és én is ennek a szellemében, ennek a tudatában versenyzek. Tehát, hogy ha az ember hosszú távon akarja megvetni a lábát, akkor nem szabad görcsösen egy-egy eredményre, vagy egy-egy rossz eredményen, vagy balszerencsés szituációba leragadni, hanem túl kell lépni, motiválni kell a csapattal egymást, és együtt majd nagy sikereket érünk el, reméljük. Csodálatos végszó, Máté Király! Samu, mennyire tetszik Nyirád? Mennyire izgalmas egy ilyen szuper egyhatos autóval? Nekem nagyon tetszik, teljesen más, mint ezelőtt a hangkukossal. Ugye már voltunk tesztelni itt vasárnap, múlt héten, és már akkor beleszerettem, nagyon tetszik a pálya, teljesen más múlva menni, mint csak betonozni. Mi lenne, ha most megérkezne az égi áldás az első formájában? Így örülnék neki. Jó kérdés, mert valamikor így jól megy, valamikor kevésbé, így változó, vegyes. Örülnék, és meg nem. Zsófia drága, mennyire szimpatikus neked a nyirádi pálya? A nyirádi pálya nekem az egyik kedvencem, nagyon szeretem, de valahogy ezen a hétvégén nem tudtam olyan tempót menni rajta, amit én szerettem volna. Nem vagy itt fejben? Hát szerintem nem annyira voltam. Maga az eső most jó opció lenne, vagy maradjon ez az időjárás? Maradjon ez az időjárás, nekem semmiképp ne legyen eső. Érdekes, mert testvéred azt mondta, hogy örül neki, de hát különbözőek vagytok. Én igen, azt gondolom, hogy ez a fajta versenyzés mindenképp egy jó kis családi opció, úgyhogy csak így tovább. Köszönöm. És most már megint a kordacsajoktól ezt már megszoktuk. Hogy állunk az előfutamok szempontjában? Tegnapi nap az elég húzós volt számomra, ott voltak technikai gondok a kocsiba, de hál' Istennek megtaláltuk, futóműgondok voltak, a váltóval voltak, most egész jó tempót tudtam menni. Ugye hatan neveztünk, most harmadik vagyok, második sor középről, szeretnék egy jót rajtolni, és vagy az első, vagy a második azon elég jól esne a szervezetemnek. Gerivel a csata mennyire durva, illetve ugye Mária Pócson beforakodott közétek azért a Szabó családból, igen, egy ifjú titán. Most hogy áll a képlet? Gergővel mi nagyon jó barátságot ápolunk, szóval megvan a tisztes távolság köztünk, nem szoktunk kontaktolni se, hogyha úgy van, akkor elengedjük a másikat. Figyelünk egymásra. Igen, figyelünk egymásra. A búcsú elég gyors, ott azért szokott egy-két adókapok lenni, de reméljük a legjobbakat. Győzz a jobb! Nagyon szépen köszönöm. Üdvözöljük apádat! Átadom.
A rovat támogatója a Duna Autó, az autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés. A Félelem Nélkül című műsorban jöjjön akkor az autó bemutató, autó tesztelgető rovatunk. Jelen esetben egy Suzuki Vitarát mutatunk be a kedves nézőknek, mégpedig annak is a hibrid verzióját. Ugye egy 1.5-ös szívó motorról beszélgetünk, amihez hozzá van párosítva egy elektromos motor. Az akkumulátor hátul található a csomagtartóba, a hajtáslánc pedig értelemszerűen elől. Fronthajtásról beszélgetünk, de van belőle természetesen 4 kerék meghajtású változat is. Miután a csomagtartó ugye értelemszerűen egy picit kisebb, azt gondolnánk, hogy ajaj, itt gondban vagyunk, hát nem. Bőven be lehet pakolni, ha netalán te meg síelni megyünk, akkor meg rá kell pattintani egy tetőboxot. Na de, a legfontosabb, hogy a Vitara mindig is vitte a prímet. Most, hogy végre van belőle egy hibrid változatunk, nem csak egy ilyen lágy hibrid verzió, volt egy pici rásegítés, így már önállóan el tud indulni elektromos áram segítségével is. Visszatölti saját magát, természetesen automata váltónk van hozzá, úgynevezett robotizált, és a motorunk teljesítménye nagyságrendileg 116 lóerő bruttó az elektromos motorral egyetembe. Jöjjön akkor a menetpróba, hiszen a puding próbája az evés. Na, akkor induljunk is. Jó üléspozíció. Jó a kormány fogása. Van kis lepkeváltóm, tehát hogyha átrakom manuálba, akkor tudok váltogatni fölfelé. Vissza is. 3, de már jelzi egy kis nyilacska, hogy váltsál föl. De mi higgadt emberek vagyunk. Visszarakjuk D, mint Dénesbe. És cruisingolunk, hiszen a Vitara erre tökéletesen alkalmas. Természetesen a Vitarában minden biztonsági felszerelés megtalálható, még ebben a kivitelben is, ugye ami a 2 kerék meghajtásos, tehát nem a full-full-fullos verzió. Beszéljünk tehát a biztonságról. Hol térfigyelő, sávtartó, táblafelismerő, LED fényszórók, mi egymás, sorolhatnám. Hiszen egy új autóban már ezek a felszerelések szinte kötelezőek. Biztonság mindenek előtt, legfontosabb, hogy mindenki egészségben és biztonságban hazaérjen. Na nézzünk egy gyorsulást. Legfontosabb momentum, meghúzza, rásegít a villanymotor, és már elértük a mágikus álomhatárt, nem mondom ki, hogy mennyit. Tehát előzésre is alkalmas. És egyébként órákon keresztül lehetne beszélgetni az autó tulajdonságairól, varázsáról, szépségéről, netalántán hibáiról, de ez egy szubjektív történet. Az autóteszt mindig az, ki mit lát bele, én megpróbálom átadni a feelinget, amit nekem az autó okoz. Na nézzünk akkor gyorsan egy pici rutinozást, hiszen az is fontos. R betű tolatókameránk megvan, igaz nem mutatja az ívet, de nagyon szépen látszódik mögöttünk minden. Visszarakjuk D-be, tekerjük a kormányt, még mindig megvan a ready feliratunk, és akkor egy újabb gyorsulás, most váltókarral. Nem versenyzésre való, de azt is tudja. El lehet menni a telekig, be lehet menni a szántásra. Mondom, ez a 4 kerekes változat, mi most a frontossal autókázunk itt a szigeten, és tökéletesen tudja a dolgát. Egy szóval, a Vitara hibrid rendben van. Ennyi volt a Félelem Nélkülben a Suzuki Vitara hibrid tesztje. A rovat támogatója a Duna Autó, az autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés. Hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, cimborák, barátok, komálósok! Ennyi volt mára a Félelem Nélkül a Spieler TV autó és motorsport magazinja. Adásunkat visszanézhetitek a TV2 Play-en, illetve a saját YouTube csatornánkon. Találkozunk nem sokára, viszlát mindenkinek, arrivederci! Műsorunk további együttműködő partnerei.